A mértéktelen zöldövezet írtás és a törvénytelen fa kivágások ellen szerveznek tiltakozást Marosvásárhelyen. Vasárnap este 6 órától a Vársétányon a Rákóczi szobor környékére várják azokat a lakosokat, akik nem tetszésüket akarják kifejezni a polgármesteri hivatal utóbbi időben elszabadult intézkedései ellen. A tiltakozó akciót a helyi rendőrség engedélyezte, tudta meg híradunk Lampa Leventétől, a Ne Vágj ki minden fát civil mozgalom egyik alapító tagjától. A vasárnap este 6 órától kezdődő esemény résztvevőit a civilizált viselkedés mellett arra kérik, hogy az úttestet ne állják el, ne akadályozzák az autós forgalmat.